3 r vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Támogatunk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk. Egy érdekes cikka álló, amit a 444 szemlézet, és valójában egy amerikai cikkről van szó. Egy Oroszországból származó amerikai tudományos újságíró és író, Lina Zeltkovics írt, hát tényleg az eredeti címe is az, hogy a szar ereje és az emberi hát, üről, jó, lesz, ebben is lehetett volna körforgásáról szól, mindegy. de az eredeti cikknek is ez, utána a 444-es tegnapi, egyébként nagyon érdekes cikk, mint a sportotűzne abból, hogy rekordot döntsön a hányszor írjuk le ezt a szót egy cikken belül ne ezzel foglalkozunk, de ezt hanem, nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal, e hogy ez tényleg egy érdekes elképzelés, nem csak elképzelés, hanem egy, egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ugye hogy hová kerül a maga az ürülék, akár hát, is, kerülni. és hogy jó lehet-e valamire. És valójában nagyon sok kísérletet végeztek erről, de a lényeg az, hogy meg lehet ezt úgy oldani, ahogy eleink is megoldották, és visszakerült. Most az a kérdés, hogy vajon ezt kell -e tisztítani, vagy nem kell tisztítani, és hogy az mennyi pénzbe kerül. Vannak egy. egy, egy a cikknek a végén egy csomó érdekes kezdeményezést. csomó startup foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy visszajutatni az örüléket. A probléma az, hogy nem ott képződik, tehát sokat utaznak az árok, amelyeket a földek termelnek, és elvileg az a legjobb, hogyha oda kerülnének vissza, ahol termesztettük, például azokat a mm -hmm. növényeket, de erre kicsi az esély. Egészen elképesztő mennyiségű. Úgymond méreg képződik, és a modern ember próbál tőle megszabadulni, és eltüntetni, meg a visszajog tőle. És valóban, miután kikerül az emberből, akkor egy darabig tényleg mérekként funkcionál, és bele kell fektetni, hogy valóban Igen, a visszakerülve a földbe, a műtrágyánál sokkal, sokkal jobban működő, hatékonyabb és kevésbé környever szennyező anyag váljon belőle. Tehát igazából az ürülék körforgásáról szól ez az érdekes cikk. És Tehát nagyon... A cikk mellett még és egy már könyv a... is van, a Igen, The Igen. Truth About Poop című könyv, és ott is nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehetne ezt hasznosítani. De mondom, te... Nagyon jók a történelmi példák is egyébként, Figyelj, hogy most mekkora, egy érdekes... hogy mekkora értéke volt már sok, -sok, sok száz évvel ezelőtt, komoly versenyfutás volt az emberi végtermékért, különböző érdekcsoportok között, Japánban, Kínában, akkor tudták, hogy mennyire értékes, de az ez úgy ki, kikopolt, volt. most meg inkább csak de az undor mi, és de szabaduljunk jó, tőle de van a modern de más világban. Volt, mert a modern világ az együtt járt a, a különböző modern adalékanyagokkal, meg mindennel, igen. és itt, itt, itt van egy érdekes ilyen, hát paradigmaváltásnak is lehet akár nevezni, de azzal, hogy a műtrágya gyártás baromi drága lett, azzal elő, előtérbe kerülhetnek ezek az alternatív megoldások, ezek a startupok, akiknél szintén nem olcsó ez a folyamat, de lehet, hogy olcsóbb, és viszont lehet gyártani, hogy a műtrágya gyártás mint olyan nagyon sok hely, hely, helyen megszűnt pontosan a földgáz árának az emelkedése miatt, úgyhogy hát az biztos, hogy ezzel kell foglalkozni és pont a háború az a szitu, amiről a múltkor beszélgettünk erről, hogy, hogy háttérbe szorította sajnos azt a, azt a klímavédelmi hát rengeteg iniciatívát, kezdeményezést, ami elindult, ami, 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 hát az utolsó órában vagyunk, hogy ugye megállítsunk nagyon sok rossz folyamatot. Ez is az egyike lenne annak, hogy ez a egy kicsit helyre tudjuk billenteni az egyensúlyt. Úgyhogy nagyon érdekes cikk, és nagyon ajánljuk, érdekes könyv. Igen, ajánljuk mindenképpen, hát figyelj, akár az elszarjuk ezt a bolygó című cikket, mert onnan azért tök az jó linkek, linkek, vezetnek sok-sok nagyon hasznos olvasmányra ezzel a témával kapcsolatosan. Tényleg jó lenne ezzel komolyabban foglalkozni. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk. Amit mondtunk, hogy Schmidt Andi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána azzal foglalkozunk, hogy hogyan kommunikálhatnak a különböző érintettséggel rendelkező nagyvállalatok a háború alatt. Mi a jó stratégia? Egy hát a kríziskommunikációnak talán egy teljesen speciális válfaja, akár így is fogalmazhatunk. Nagy bárint lesz itt velünk az IBS Marketing Tanszékének a vezetője a Magyar Reklámszövetség volt elnöke. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.